Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, milyen tervei vannak, hogyan érzi magát, mit fog közölni veled, mit titkol el előled, hogyan lát téged, és mi fűz össze benneteket. Ezekre a kérdésekre megadják a kártyák a választ. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, ezt a jóslást úgy hívom, hogy az ő szív üzenete, tehát megrendelhető, a díjam 4000 forint. Először megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a kereszt utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre. Ez a kereszt jelentheti azt is, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát közeledik hozzád. Azon kívül ő fontos döntések előtt áll, hiszen jelenleg eléri az élet útján ezt a kereszteződést, és elgondolkozik azon, hogyan tovább utal változásokra. Ez lehet munkahelyi változás, lehet költözködés, vagy változik valami az ő hozzáállásán, és közeledik hozzád. Milyen gondolatai vannak, mi a terve? Itt a kasza elvág valamit. Ő lezár valamit. Lezár egy kapcsolatot, vagy felmondott, és lesz egy munkahelyi változás, amit a kép még jelenthet, hogy spontán, hogy tervez ugyan valamit, de meg akar lepni téged. Egy meglepetésre utalhat. És az ő érzelmei. Bepillantunk az ő érzelmi világába. Mennyire érdekes, hiszen itt a kereszt jelenti azt, hogy más irányba tekint, itt lezár valamit, lesz egy meglepetés, és a gólyák változásokra utalnak, tehát a képek összefüggnek egymással. Itt lesznek nála nagyobb változások. Mi az, amit közöl veled? Itt a kígyó jelenik meg, aminek több jelentése is lehet. Egyrészt utalhat a megújulásokra, szintén változásokra, hogy más kép beszél veled, mint eddig. A kígyó jelenthet egészségügyi témákat is, lehet, hogy beteg volt, most javul a helyzet, vannak változások, megvan a hite. Az is előfordulhat, hogy ezen a területen dolgozik, és lesznek munkahelyi változások. Amit a kígyó még jelenthet, egy nő. A kérdés az, ki ez a nő? Lehet, hogy a volt társnője, és itt a kasza elvágja a kapcsolatot, közli veled, hogy lezárta már ezt a párkapcsolatot. Ha házas volt, akkor válásra kerül sor. A kígyó lehet valaki a családból is, de ott is úgy érezhető, hogy a kapcsolat le van zárva, lesznek változások. Amire én még gondolok ennél a kártyánál, hogy lehet, hogy ez a kígyó a te környezetedben jelenik meg, például, mint egy barátnő, és ő figyelmeztet téged arra, hogy ne bízz meg
ebben a nőben, hiszen egy hamis barátnőről van szó. Változtass valamit, zárd le ezt a kapcsolatot. Mi az, amit közölni akar veled, de nem meri kimondani, vagy nem akarja kimondani? Hogy itt a felhő jelenik meg, ami átláthatatlan. Bizonyos dolgok még átláthatatlannak tűnnek számára, de erről nem beszél. És hogy lát téged? A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, hogy te álmodozó vagy. A hold jelentheti az anyai témákat, és hogy megvannak ezek az anyai érzelmek is nálad. Mi fűz össze benneteket? Szerencse. Itt lesz egy szerencsés fordulat. Visszatérve még a holdra, azt is jelentheti a kártya, hogy mindig gondoskodsz másokról, róla is, és ő így lát téged. És ami összefűz benneteket, itt látható a szerencse. És ez volt a szerelmi jóslás, az ő szív üzenete. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!